soha se panaszkodott. Jó egészségnek örvendett. Agymájai már hetedik éve hajtott virágot az ablakban. Épp teljes virágzásban volt, előző este még jól beporozta a bibéjét, utána békésen átaludta az éjszakát. S reggel 5-kor tetszik tudni a virágok korán kelők. A negyedik emeleti ablakunkból levetette magát az utcára. A rendőrség először abból a feltevésből indult ki, hogy valaki gyilkos szándékkal letaszította. Kihallgatta bennünket, de mi természetesen tagadtuk a vádakat. Öntöztük, szerettük, keservesen megsirattuk a virágunkat. Az alattunk lakó alezredes úr meg is erősítette a vallomásunkat. Néhány nap múlva meg is szüntették a nyomozást. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt. Zárkózott természetű, a környékbeliek szerint csak magának élt. Csalódás, megrázkódott a testet nem érhette. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki, amikor az alattunk lakó alezredesné nagy takarítást csinált az erkélyen, és megtalálta a búcsú levelet. Mikor a levelet olvasni tetszik, már nem leszek az élők sorában. Tanító úr, kedves Irma néni, bocsássanak meg. Nincs más választásom. Nem akarok tulipán lenni. Hát mi akart volna lenni, szegényke? Azt nem írta meg. Egy tulipán. Ilyet még nem is hallotta. Kezdem megbánni, hogy hozzád kötöttem az életemet. A szomszédaim. Valami románék vagy révészék. Még alig egy hete költöztek be. Még szerencsére se gyerekük nincsen, se porszívójuk, se padlókefélyük, még névtáblájuk se. Csak televíziójuk. Te beszélsz! Azt mondják, német tisztekkel jártál vacsorázni. Este 6 óra tájban érkeznek meg. Na is, miért megérkeztek, bekapcsolták a televíziót? Az én teakonyám meg az ő szobájuk fala közös. Rólam mindenki tudja, hogy a nyilas házparancsnok 3 keresztel megkrétázta az előszoba ajtómat. A takarítónő, Berta néni, hetente 2-szer jön. Akkor előre megfűz 2 napra. Mielőtt elmenne, mindent a számba rág, mint egy kisgyereknek. Ez itt a hideg sült. Ezzel az írónak semmi dolga nincs. Ez itt a savanyúság, azzal se. Csak ezt a krumpli pürét kell megmelegíteni az író úrnak. Tessék szépen elismételni, mert az író úr mindent elfelejt. Nem fogom elfelejteni, Bertani. Csak lassú lángon, író úr. Lassú lángon, Bertani. És majd megtetszik keverni? Megkeverem, Berta néni. És mivel tetszik keverni? Fakanállal, Berta néni. De csak lassú lángon, író úr. Lassú lángon, Berta néni. Köszönöm szépen. Isten vele, Berta néni. Húr, véve hadudsz a világ szemére! Vigyázz! Ha túlfeszíted a húrt, megkeserülöd. Lehet, hogy az ilyen antifasiszta szerelmi drámát jó nézni a tévében. De itt a teha konyhában úgy hangzik, mint valami veszekedés. Sajnos ezt a krumplipürét nem lehet itt hagyni. Minél melegebb lesz, annál sűrűbben befek. Neked te hiába játszod a mártírt, a saját kerekányát kijelentette föl. Igen. Parancsa, halljuk, erre kíváncsi vagyok. Mindjárt kész leszek vele. Most már nem csak pöfög, most már lő is.
Ha tudni akarod, nekem bizonyítékaim vannak. Ezt mindenki mondhatja. Hát akkor tessék, ide néz. Segítség! Segítség, megöl! Végre csend. És meleg. A krumplipürém is. Másnap, harmadnap mindenki, aki őket kereste, tévedésből hozzám csengetett be. A rendőrség, a tiszti orvos, újságírók, fotográfusok. Nem is volt nekik tévéjük. A férfi, aki se románnak, se révésznek, hanem rómainak hívta, enyhítő körülmények figyelembevételével 8 évi börtön kapott. Most már csend van a szomszéd lakásban. Bertonén. Pereszlényi József nyugdíjas tanár ESX 943-as rendszámú Suzuki kocsijával megállt a sarki újságosnál. Kérek egy mai újságot. Sajnos elfogyott. Akkor adjon egy tegnapit. Sajnos az sincs. De tudja mit? Van holnapi újságom. Az közli a mozi műsor? Az minden nap benne van. Nem bánom, adjon egy holnapi. Egy szöszi szerelme, mintha már hallottam volna róla jót. A stáció utcai kékbarlang moziban 17:30. Éppen jó, még van egy kis időm. Pereszlényi József, nyugdíjas tanár, aki az ESX 943 rendszámú Suzuki személygépkocsijával a megengedettnél gyorsabban haladt a stáció utcában, és nem messze a kékbarlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Az elővigyázatlan nyugdíjas tanár szörnyet halt. Még ilyet! Zsebrevágta az újságot, elindult, és a megengedettnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a stáció utcában. Nem messze a kék barlang mozitól. Szörnyet halt. Zsebében a holnapi újsággal.